Hello, Magyar Attila, Tímea, Erika, Milla, nem, Emlilla, bocsánat. Nagyon sok szemem van, ja nem? Hello mindenki, István, szia! Essential Oil, hello! Na milyen rossz idő van, mi panaszkodjunk megint az időjárásról? Tényleg nagyon rossz öreg lány leszek. Már most nagyon rossz vagyok, de nagyon gáz öreg lány leszek. Állandóan szerintem az unokáknak az időjárásra fog panaszkodni. Mondjuk addig még sok van hátra. Jó napot kívánok én is, Dominik. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy érkezik hozzám. Hogy telik a napotok? Szép napot. Hát nekem azok a napocskák innen nagyon hiányoznak. Biztos ott van valahol a felhők felett. Nagyon csini vagy. Hát ez csak ilyen... Hát szabadidő ruha? Ezt nevezhetjük szabadidő ruhának, mert az anyaga is, meg minden is, csak annyi, hogy ilyen kis térdigérő szoknyácska. Szia Lilla, hogy vagy? Köszönöm szépen, Vivcsó, hogy jöttél. De jó vagy, édes? Nem tudom. Nagyon kellene a napsütés. Igen, kell az eső is, de azért tegnap jobb kedvünk volt, nem? Én nem szeretem ezt. Mondjuk már 10 fok volt. 10 fok volt, ez már nem olyan hideg. Szép napot kívánok! Milyen szép a kilátás. Szépen zöldül egyébként, ez nem tudom milyen fa, fogalmam sincs. Majd megvizsgáljuk valamelyik nap közelebbről. Amúgy nem tudjuk, mert itt van egy kerítés. Úgyhogy hozzám is feleség. Hát köszönöm szépen, én elkeltem. Elkeltem. Teljesen jó helyen vagyok már. 10 éve. Több, mint 10 éve. Pár nappal. Milyen nap van? 4, 5 nappal. Több, mint 10 éve. Gyuri bá, jól láttam? Jaj, fehér a ruhám. Hello, Jacqueline, de jó, hogy itt vagy. Akarsz-e valamit? Akarsz-e valamit, szerintem azért kedvesked. Ilyenkor mit csinálsz, amúgy szerintem live-ozok, a gyerekeket várom a suliban, és most hamar végeznek ilyenkor pénteken. Hát te megfázással nyugodom, jaj, szegény, már nagyon unom, hát nem csodálom, az a legrosszabb. Szia, Timci, szia, Lev Pietro. Az a legrosszabb, mert olyankor jön rá az ember, amikor beteg, hogy milyen jó, amikor egészséges, ugye? Olyankor jövünk rá. Én sem szeretek náthás lenni. Örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy örültök nekem. Hát komolyan, mindjárt jobb kedvem lett, pedig egy kicsit depis volt. Ilyen jó idő volt? Nincsen. Csak nagyon világos zöld a fa, de teljesen esős. Eddig esett az eső. Ez az! Jó volt a drukkolás, mindkét zihám, 5-ös lett. Nagyon örülök, és gratulálok hozzá, nagyon ügyes vagy. Alexandra Tóth, nagyon kedves vagy. De jesszus, hozzál itt. Meg vagyok fázva, jobbulást a betegeknek. Egyébként a múltkor kipróbáltuk ezt a vörös hagymateát, tényleg jó volt. Megkínul a boly, köszönöm szépen, imádom ezt a ruhát, és pont nem látok semmit az írásból. Mi legyen? Mit csináljunk? Bocsánatot kérek, nem gondoltam ezt át. Olyan jó ötletnek tűnt az elején. Csinos vagy ma is. Te kacsingassál, ezzel a user névvel ne kacsingassál. Nyakláncot honnan veszed? Nameli, az a neve az oldalnak, de ha azt írjátok be, hogy neves, tehát hogy a nevetek van rajta, neves ékszer, akkor kijön ez az oldal. Nekem tetszik, jó, köszönöm szépen. Megfordítom, mert azt hiszitek, hogy izé, de mindegy, így se jobb. Így látjuk a feliratot? Mi lesz, a csere van, nem tudok maradni. Felújítás van? Szép napot kívánok én is mindenkinek. Valamire akartam válaszolni. Köszönöm a követéseket. Valamire akartam válaszolni, és elvesztettem itt a fonalat. Volt fontos kérdés. Volt fontos kérdés, ki tudja. Na, mindegy, engedjük el. Zsolt? Nem lett jobb? Nem látjátok így se? Tudok mit oda rakni. Izé van nálam, ásványvíz. Még kabátot sem hoztam. Gyerekeket fogom hazavinni az iskolából. Letere akartam válaszolni. Összefoglaló kérdéshez. De elmondom, igen, ilyenkor szoktam várni. Ilyen, milyen mercid van? Ez. Egy GLA. Ez egy GLA. Szép vagy ma is. Köszönöm. Hagyd, jó az úgy. Jó. Így jó lesz. Majd néha így csinálom. Bocsánatot kérek, komolyan, nem tudom mi volt. De bár amúgykor is megfejtettük ezt. Én látom a lényeget, jó? Hát a feliraton van a felirat, na. Ez ilyen túin van. Jaj, azt kérdezik, hogy top modell vagyok-e. A kedvenc sorim volt. Hát mondjuk akkor még nem sok minden volt, amikor én fiatal voltam, ilyen külföldi csatornák, de a top modell leszek, ugye, hát hello, Sisi, hogy vagytok? Azt nagyon szerettem. Én állandóan feszítek. Ennél már nem tudok pityezt befeszíteni, mert baleset lesz belőle.
Csak viccelek. Jaj, de tudjátok, van az a videó, pont. Jaj, pont ott viccelődtünk ezzel, hogy én hogy eresz egy galambot a nagy feszítésbe. Tisztelőke vagyok. Csodát, hogy szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Sziszi, mi is nektek. És majd szép hétvégét. Szia, imádjuk a videóidat. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőletek. Köszönöm. Hát sajnos már nem sikerült nagyon fölraknom egyet, csak egy sztorit. De most nagyon összeszedem magam. Holnap táncverseny van, vasárnap a Kitty 10. szülinapja. Szóval nem tudom, mi lesz a hétvégén, de nagyon-nagyon fogok igyekezni. Nem akarom ideírni, ne is írjad ide. Jól vagyunk? Menjünk mindjárt dolgozni. Jó munkát kívánok nektek! Rak, hogyha fűszó van a hátad mögött, tényleg? Ez akkor az nem az a lehajló fűz. Milyen fűzfa az? Szomorú fűz? Úgy hívják? Nem húzok én semmire rá semmit. Na, ne, hello, hello Annus. Ne piszkáljatok ezzel. Hova menjek? Szöktetni, anya azt kérdezi. Engem nem kell szöktetni, köszönöm szépen. Nem vagyok ilyen szökős. Szökkenősnek, igen, szoktam otthon ilyen indián szökdellésbe ugrálni, amikor senki nem lát. Legalábbis azt hiszem, hogy senki nem lát, de aztán mindig kiderül, hogy valaki röhög rajtam valahol, de igen, csak ennyit tudok elmondani. Szomorú fűz, igen. Azok olyan szépek, azok a lehajlók. Az egyik kedvence. Nagymamáméknak volt az udvarán a kút mellett. Szegény Dávid Mann szeretne velem kommunikálni. Képzeljétek el, valami kő van a cipőmbe szerintem, és annyira piszkál. Én szoktam nézni a kajás szekrényből. Én egyfolytában veled szemezek, Jacqueline. Kinyitom, és tudom, hogy ott vagy. Tegnap is este még, szerintem 11-kor nekiálltam. Amúgy megették a nógrádi ropimat, a gyerekek, ez nem szép dolog. Nem tudjuk kiszedni, mert nem tudja a harisnya alatt. Vagy nem tudom, nem írtam megfejteni, mindegy, annyira siettem, mert közben telefonáltam egészen az elmúlt egy órában végig. Anyósommal beszéltem telefonon, és nem tudtam összerendezni magamat. Mindegy, a lényeg, hogy itt vagyok, na, nem kell mindig topon lenni. Mit akartam mondani? Igen, megették a nógrádi ropimat, és alig tudtam mit nasizni, úgyhogy ezt a... Hát van, aki pufinak hívja, van, aki kukinak hívja, de ezt a paprikás, nevezzük pufinak, azt tettem. Kukorica, nem tudom mi az, extrudált valami. Szeretjük nagyon. Jaj, pedig haza vinnének, anyunak nem láttam a végét. Hello Anna, hello, én adtam oda neki, hogy ne tedd meg, annyit vettem pedig, és mire oda jutottam, nem volt egy darab se. János, hello, valahogy csak kiszedjük volna, majd kiszedem a live végén. Ne akadjunk fönn ezen, végül is. Tudjátok, olyan, mint ez a knep taposó medence, olyan érzés. Tóth György, hello. Megnéztem az időjárás jelentést, 4 napig esni fog, felénk az eső. Úgyhogy nem lesz napozás. Exhumált pehely. Extrudált az nem exhumált, szerintem. Szerintem az nem exhumált. Vágjuk ki a harisnyát. Én megfogom és kidolom az ablakon. Felakasztom a... Mi ez? Rokottya fűz volt? Nem tudom, nem égyeztem meg. Jaj. Lejjebb húzom az ablakot, hát akkor kevésbé szúrjon talpam a kő. Nagyon hülye vagyok ma. Lehet, hogy kell a live-ot indítani, sok komolyságot nem várjunk, el is mentek egy csomóan, látták, hogy ebből nem fog kisülni semmi jó. Harisnyafűz, szomorú harisnyafűz, nagyon csinos, gyönyörű, most köszönöm szépen, Ezer Mester Jani 37. Menjél fel, zoknit, mert felfázol, nem szállok ki a kocsiból most. Egész, amit fogok ülni a kocsiba, hazajuk be a garázsba, és így fogok ülni egész végig. Estig itt fog ülni a garázsba, ez lesz. Rakottya fűz, megpróbál megjegyezni. Nem tudtam, de mindig tanul valamit az ember. Azért ez tök jó. Nagyon csinos vagy, nagyon gyanús vagy, Jacqueline. Nagyon gyanús vagy, jól vagy? Nem vagy lázas? Komolyan. Nem tudom megmutatni az outfit-hemet, nem. Jaj, nem szeretnék már másnak az anyukája lenni. Van 2 csodálatos gyerekem, és ezzel így teljesen jól produkáltam. Köszönöm szépen azért a felkérést. Mit csináltok a hétvégén? Így, mert én már elmondtam, tökre elmondtam a hétvégi progimat. Holnap lesz ez a táncverseny, 2 csapatban is indul a Kitty. 2 kupa, 2 arany, ezt fogjuk holnap hazahozni. Nem vagyok lázas, köszi, hogy aggódsz. Én azért megmérném, az a tuti. A Medoxnál is kézzétek el, szegényként, ha csöndbe van, akkor már biztos, hogy beteg, már egyből mérem a lázat, és tényleg mindig van valami baja.
nem szeretné, nem már öreg vagyok szerintem egy újabb gyerekvállaláshoz, de teljesen jó így nekünk négyen. Négyen meg vagyunk, plusz meg van egy kutya gyerekünk, ő meg olyan, mint egy kisbaba, vinni kell mindenhova, mármint úgy értem, hogy házon belül állandóan cipelgetjük. Pakolás, mert elköltözök, na! Az jó hír? Jó hír a költözés? Én szerettem költözni, nagyon sokat költöztem, egyébként nagyon sok helyen laktam, de nekem az mindig olyan élmény volt. Külön kis rendszerem van a költözéshez. Bedoboz, ráír a szám, a füzetbe fölír a szám, beleír, leír, hogy pontosan mi van benne, nekem ez a rendszerem is tökön működik. Vértékeny vagyok a férjedre, azt írja focista 20... Megmondom neki, hello Walter, na végre elkaptál egy live-ot a héten. Mondjuk ez csak a második, de nem, mert a harmadik, ez a harmadik. Már a Walter aggódott, értem, hogy hova tűntem. Lehet, hogy a forjúból is eltűntem, mivel ilyen jó az algoritmus, ki tudja már, mi megy itt a TikTokon. De nem vagyok eltűnve, jól vagyok, köszönöm szépen. Szép napot kívánok én is, Pesti Peca. Mizu is nagyon édes sajt, cukorfalat. Nagyon kedvesek vagytok ma. Ezt a ruhát annyira szoktad. Ilyenkor még azt mondjátok, hogy cuki vagyok ebben a ruhába. Mondjuk, amikor nem ez a ruha van rajtam, nem mondjátok, hogy cuki vagyok, szóval... Hát ez nem azért mondom, de egy kicsit azért... Hát ez most rosszul esik. De megpróbálom pozitív oldalát nézni a dolognak. Hello, Bollis Zoli! Na, nagyon teljesen létszámunk. Tibi Csokit várjuk még, bár ő nem szokott jönni pénteken, mert tudom, hogy milyen programja van. Nekem feldobja? Forjúba vagyok? Jaj, de jó. Köszönöm szépen, mert kezdtem aggódni, kimentem a divatból. Cuki a ruha. Cuki vagy mindegyikbe. Úristen, valami lett a Zsáklinnal. Ruhát még én is. Jó, Walter, én szerintem neked adom, ha kinövöm. Ha kinövöm, akkor neked fogom adni. El fogom vinni személyesen. És csinálok egy TikTok videót, hogy ez van rajtad. A mozgó lépcsőn. Köszönöm a követést az újaknak. Ruha nélkül csak jobb. Hát nem tudok erre mit mondani. Szerintem igen, de ez nagyon beképzelhetnek tűnik ez így részemről. De ki tudja már, csak előről nézek ki, a hátulról nem. Hajam sincs, meg ott semmi nincs hátul. Viccelődök csak. Inkább beszélgessük komolyabban, ne? Na mindegy. Walter, mész pecázni? Szakadó esőbe? Egy csomóan mennek pecázni. Jaj, Hitman. Mindjárt letétünk innen. Ha, honnan van ennyi külföldi nézőnk? Vegyesgett már a live-ozós díj is. Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Szia Zoli, dehogy is. Nagyon köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ja, köszönöm, hogy külditek a lájkot. Azt nem is tűnt fel eddig. Megyek ma éjszakára. Nekem ez nagyon gyanús, ez az éjszakai kimaradás. Remélem, hogy nem egyedül mész. Nagyon féltünk téged. Adamis World, hát nagyon messze vagyok attól. Ennyi idősebb már nem is lehet semmilyen témába megmozdulni, szerintem nem is akarnék. Hello, fosszilis, 72, tényleg nem látom a betűket. Én... Aja, ami előről szép, az hátulról is szép. Oldalról, múltkor azt mondták, hogy mit, azt mondták a múltkor a live-ban, hogy tök jól nézek ki, csak ne forduljak oldalra, mert onnan nagyon ronda vagyok. Mondjuk tegnap meg hosszú volt a fejem, na mindegy. Szia, 1986, Krisztián. Mit fogtok vacsorázni vagy ebédelni ma? Most fogok nekiállni főzni, hogyha hazamegyek, és nincs ötletem. Rakott krumplit csinálok majd a férjemnek, mert azt úgy kb. Egyedül ő szereti, de hogy a többit nem tudom, mi legyen. Jól nézel ki, csak menj ki a live-ba. Ez az, magához tért, magához tért. Olyan lassan indult meg a dolog. Hello, Ákos! Nagyon csíros vagy. Köszönöm. Én gombocleves reggeliztem. Hol vagy? A kocsiba? A live-ba vagyok. Kakaós palacsinta. Lehet, hogy csinálok, de nem jó, mert lejárt a túrom. Lejárt a túrom, most vettem észre. Akartam túrós palacsintát csinálni. Fokhajva krémlős, azt szeretem. Na, más is rakott krumplit csinál. Gombócos káposzta. Ah, fú, de szeretem én is. Szeretem. Én egy székely káposztát csinálok. Tudjátok, hogy mindent vegánba, vagy vegába inkább. Ah, lehet, hogy csinálok azt. Rakott kell. Hello, Dávid. Sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek. Mi is neked? Esregál, egy lecsót. Most csináltam a múltkor lecsót, de
Nagyon drága paradicsom az, hogy így lecsóskodjunk belőle, komolyan. Mármint a finom paradicsom. És a Kitty annyira szereti, úgy eszi, mint a gyümölcsöt, tehát hogy csak benyúl a hűtőbe, és így magába eszi, hogy nem lövöm el. Vega vagyok, igen. Én mit reggeliztél? Nem láttam. Tudod, hogy te vagy a legjobb barátnőm. Hát vannak néha kétségeim. Vannak néha kétségeim. De lehet, hogy mindjárt beraklak Modinak, komolyan büntiből, hogyha igényeskodsz velem. Szívem teljes szeretetével fordulok hozzá, Jacqueline. Megdobhatnál egy pár vega recepttel. Mindent ugyanúgy csinálok meg, mint a húsos kajába, csak az alapanyag más. Általában valamilyen borsófehérje alapú vagy sejtán. Később találkozunk. Hi, David. Kösz, hogy itt voltál. Kis Piskóta csatlakozott. Micsoda nevek. Nekem is. Én is lettem volna kis piskóta. Mit teszik a Terminátor gépsonkát? Pörkölt nokedli. Szeretem. Szerettem a nokedlit. Nem vagy az első. Jaj, nem. Te vagy az első, aki normálisan tudta. Tényleg? Nagyon igyekeztem. Pedig alig látok valamit itt a fehérbe. Lehet, hogy csak véletlen volt. Mákon volt. Én a mangalica sonkától fogyok. Hát, amikor vega lettem, akkor mindjárt lement egy 3-4 kiló magától. Amióta nem eszek cukrot, megint csak lement egy 3-4 kiló magától. Most kezdek szerintem egyébként úgy formába lendülni. Szia, Ancsi Anita kis. Hello. Én nem látok rendesen. Jó volt pacsizni. Jó volt, nagyon aranyos, egy csomót beszélgettünk. És örülök, hogy találkoztunk, és annak is örülök, hogy felkért, és megkaptam ezt a lehetőséget, hogy csinál egy ilyen pacsizós videót. De olyan csúnya voltam azon a videón, olyan csúnya voltam, és jobban néztem ki élőbe. Fehér farmer kabát volt rajtam, egy fehér farmer gatyával, és edzőcipőben, mert ilyen nagyon mászkálósba terveztük a továbbiakba az estét, hogy nagyon csúnya voltam azon a videón. De hát jó sokan látták nálam nem szerencsére. De amúgy jó volt, igen. Jó dolog így megismerkedni egyébként, vagyis hát személyesen találkozni emberekkel innen a TikTokról. Pedig szép vagy, pedig köszönöm szépen. Csodálatosan nézek. Nagyon aranyosak vagytok. Nekem hullik a hajam, mióta nem eszem húst. Most én járok erre az oxigénterápiára, ez kimondottan hajhullásra van. A Kitit és a Medoxot várom, egyszerre fognak végezni a gyerekeim az iskolába. És csináltam tegnap egy videót, egy együttműködéshez, és tök jó. Tehát én látom a változást, érzem is, de így van összehasonlítási alapom a videókról, videókra, képekről, képekre, és látom, hogy tök jól működik. Amúgy a covidos hajhullást szokták ezzel kezelni, és tényleg teljesen jó. A sampon meg komolyan, az másfél napra tovább bírja, jaj, Andit el kell, hogy utasítsam. Mert leíratlanul elutasítottam. Hello, Tófaj Peti. Szóval tök jó, mert másfél napot bír a két hajmosás közt. Milyen autóba ülsz? A sajátomba. A sajátomba ülök. Ez egy GLA. Én nem próbálom. Ja, azt hittem, hogy nekem mondjátok a mangalica sonkát. Nem próbálom ki, én nem eszek húst. De rosszul voltam, múltkor is véletlenül belekeveredett valami a kajámba, és majdnem megburcadtam. Két napig haldok voltam. Nem fázol olyan rossz időben. Ez egy ilyen termopolárszerű felső. Nyitva van az ablakom. Nincs. Azt itt fölhúztam az előbb. Nem fázok. Nem fázok, kimondottan nő. Jól vagyok, köszönöm szépen, jól vagyok. Jó, hát testhőmérsékletem. Gyerekeid esznek, most esznek. Szőkítés neked nem tette. Én szerint nincs meleged. Nem fázol, nincs meleged. Nem jó minőségű eleve a hajam, tehát olyan sokat nem rontott a szűkítés rajta, de nekem színezve van, tehát leszívjuk mindig csak a tövét, és utána színező kerül rá, nem festék. És azok vissza, egy csomó minden van benne, ami utána visszatáplálja. Pedig finom kisütve nincs is zsíríze. Rosszul vagyok, mondom, ha a gyomromba állati eredetű zsír jut, mert azért egy teljes sajtot megeszek, de hogyha véletlenül belekeveredik a kajámba, olyan tüneteim vannak, mint egy ételmérgezés, tényleg konkrétan rosszul vagyok, nem viszem túlzásba, ez tényleg rosszul vagyok. Hogy vagy, rég láttalak live-ba? Köszönöm szépen, jól vagyok, ez a harmadik live a héten, csak nem a megszokott időbe jöttem hétfőn. Igen, hétfőn. De szép vagy, kókuszka, köszönöm szépen. Visszajött David, ez nagyon gyors volt, ez csak egy kétbetűs kitérő volt szerintem, de gondosz vagyok. Sütiket eszel amúgy. Én a sós kajákat szeretem, és cukormentesen zéró cukor, zéró hozzáadott cukor. Tehát én így eszek.
Elég nehéz ám egyébként étterembe menni, mert kb. Semmit nem tudok megenni. Még inni se. Ezért vagyok kénytelen mindig alkoholt inni. Sajnos étterembe, mert nincs cukormentes opció. Ott meg ugye Krisztiánt is elutasítottam. Jaj, bekövetlek. Köszönöm szépen Instagramon. Köszönöm szépen ott is, meg itt is, meg mindenhol a követés. Nagyon kedves vagy. Ez amúgy egy máj 77 ruha, zero kóla is jó. Most egy időben nagyon kólás voltam, nehéz volt átváltani a zero kólára, amikor elhagytam a cukrot, nem ízlett annyira, aztán megszoktam, de most valahogy teljesen elhagytam, a San Benedettónak a limóját iszom, nagyon jó. Igen, vega vagyok, most ebben a hajhullás csalánt szedek. Hú, én most szelint szedek, most nagyon izgulok. Eddig is azt hittem, hogy szedtem, csak mindig mellé nyúltam és kromot szedtem. Két hétig rossz dolgot szedtem, vártam itt a csodát mozgó lépcsőn, mindig eszembe jut, sírok a röhögéstől. Nem tudjátok, szerintem itt egy páran, de elmondom, Walterrel és a Tibivel találkoztunk, hol voltunk? A Mon Parkban voltunk, és kitaláltuk ezt, hogy csinálja meg, hogy tudjátok, amikor az egyik, köszönöm szépen az ajándékokat, hogy az egyik megy le a mozgó lépcsőn, vagy föl, és egy vadidegennek így megsimítja a kezét, és a Waltert rávettük, és megcsináltam, meg lentről videóztam, hát a néninek a fejét látnotok kellett volna. Ez egyszerre ilyet meg, döbbent meg, botránkozott meg, meg tudta volna ölni a Waltert a szemével. Hát szakadtunk a röhögést, beszartam a röhögést, és akkor végén mondtam így, viccesen mondtam, hogy hát nem nyomtam meg a gombot, hogy felvegyem a videót, de felvettem, amúgy össze is vágtam. Nem mondtam, de nem baj, mert én elmondtam, mert én voltam, voltam az operatőr, hát én elmondtam, hogy ez így történt. Köszönöm szépen, kuriózó mezmó, a TikTok kellett és az ajándékokat, bár minden úgy néz ki. Nagyon jó volt. Én úgy röhögtem. A férjem az így elvett előre, azt mondta, hogy nem is velünk van. Teljesen ki volt. Szép hosszú hajam van, ez az. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Nem az, de nagyon jól esik, hogy ezt mondod, mert ez lelkileg sokat számít a hajnövesztésembe. Tényleg. Ilyen tanárnének örülnék. Hát nem vagyok tanárnéni. De azért köszönöm, hogy örülnél nekem, csak bekövettelek. Hát csak köszönöm szépen. Át kell többször gondolni ezt, hogy az ember kit követ be, meg kit nem. Most azok a tapasztalataim az utóbbi időben, hogy a videóim csak a követőimhez jutnak, követőimhez jutnak el. Tehát, hogy így tényleg azt gondolom, hogy nem vagyok fórióban. Mindegy, sokszor tagadnak le a családban, de igen, na, hosszú fejük, ja. Már direkt neveztettem éjjel, úgy aludtam, hogy így fogtam innen, meg így, és akkor így már mondom, legyen már még hosszabb. És megmértem, és hosszabb lett. És a hajam is. Azért csinálok. Megmondom őszintén. Bírja a kritikát. Nekem esélytek be csak úgy mindenkit. Így van, át kell többször gondolni. Ezt, amikor nagyon így viccelődünk, akkor... Hát, a férjem is szokott viccelni, de azért van, jaj, nagy valamikor nagyon hülye vagyok. Na. Szoktál a ruhákhoz... Most van rajtam harisnya. Pont az előbb panaszkodtam, hogy vagy a harisnyámban van valami, vagy a cipőmben, vagy a kettő közben van, nyomja a lába. Most fóri vagy, állj, de jó, köszönöm szépen. Hajadnál fogod, hogy direkt megkértem a férjemet, hogy húzzam el hajat egész éjjel így, hogy hosszabb legyen a fejem. Csak a dát kövessétek. Ekközben rápillantottam az időre, nagy kifussunk itt az időből, és túl sokat időzzünk el egymással. Amúgy olyan 40-ig fog tartani a live körülbelül. Mennem kell tanulni, szia! Ilyenkor? Már még óra van, vagy már van hétvégi házi? De ne legyen hétvégi házi. Muti a hajat közelről, nem tudom megmutatni közelről. De majd mindjárt leveszem a parókám, és akkor megmutatom, mert most elmondom őszintén, hogy parókám van. Na, parókám van. Nagyon nehéz volt ez a hosszú fejformához megfelelő parókát találni, de csak sikerült. Persze, hogy bírja kritikát, hisz van önbizalom, ilyen jelsetítőt a képernyőm, de köszönöm szépen, Ágnes. Lennél amúgy tanár, ne. Szegényeket sajnálnám, mert így a gondolatától is. Én nem vagyok türelmes. Nem vagyok türelmes, biztos, hogy én ilyen kiabálós tanár lennék. Hát mert ugye más eszköz nincs, csak a verbális fenyegetés otthon is ugye csak ezt alkalmazom. De abban profi vagyok. Nagyon-nagyon jól tudok hangosan kiabálni. De ő nem olyan tanára gondol. Mi erre gondol? Szemtelen? És nekem föl se tűnt ezt az ízléstelen tréfát. Miért nem vágasz agyam? Mi volt zsákni? Világosíts már föl. Jobban szeretsz főzni? Nem.
Nem szeretek rendelni egyáltalán, én mindig megsérülök gyomorügyileg, hogyha rendelt kaját eszek, jobban szeretek főzni. Jobban szeretek főzni, egyetlen egy étterem van most már, amiben megmaradt a bizalmam, és ez a napfényes étterem. Bent van a Ferenciek terén, azt hiszem. Akad a live, bocsánatot kérek érte. Direkt megakasztott a Jacqueline. Jacqueline, ne akaszd meg a live-ot. Nem tudom, mi van. Szeretek főzni. Igen, azt hiszem, amikor van időm főzni, nem az a kényszer, amikor gyorsan meg kell főzni, hogy ebédig kész legyél. Jaj, azt hittem, valaki ide jön hozzá. Tiszta, nyárias, ami én nem látok semmit. Kivételesen rendesen, na, jó, akkor megnyugodtam. Megnyugodtam. Ákos, mindig olyan kedves velem. Mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Mi az a szabadidő? Mi az? Nem tudom. Ha szabadidő ruha van rajtam, akkor takarítani szoktam, vagy a kertbe baszakszok valamit, bocsánat, a kifejezési, nem nagyon van szabadidőm, de mindig valamit molyolok, sakkozni, nem tudok sakkozni, kézzétek el, a tesóm sakkbajnok volt, én meg annyira utáltam, hogy nem is voltam hajlandó megtanulni egyáltalán a játékot. Szabadidejében a szekrényben ül velem, így van, sütni, főzni, takarítani, ez a hobbim, ez a hobbim. Szerintem írtó cuki vagy, imádom a stílusod, és köszönöm szépen, köszönöm. Milyen érdekes nyakláncod van. Ilyen a tetoválása a férjemnek, pont ugyanilyen. Itt van neki. Így kezdődik. Ide meg ugye a nevem van írva, hogy Ada. És akkor úgy van neki tetoválása, hogy így, és itt a végébe bele van írva, hogy Ada, és az utolsó albetűnek egy ilyen pici szívecske a vége. Függönyt fonni. Így van. Függönyt szoktam fonni. Meg hímezni. Előbb hímzem, és utána fonom. Ez a hobbim. De jó, Maci, komolyan, úgy örülök. Hát végre valaki szavakba tudta önteni, hogy mi a hobbim. Egy szorgos dolgos nő. Amúgy meg igen, éjjel-nappal melózok. Miért van ilyen jó a lakott diétázó sportos, amit... Most csak a házi munkára van időm. Sokat sportoltam gyerekkoromban, szerintem emiatt talán szerencsés vagyok. Testalkatban nem is vagyok magas, tehát hamar meg tudnám dolgoztatni az izmaimat, hogyha akarnám, de nem akarom, mert lusta vagyok. De folyamatosan, hát nem diétázok, ez életmód, én így hívom. Odafigyelek arra, hogy mit eszek. Arra nem, hogy mennyit, de hogy mit, arra odafigyelek. Nem szeretem az édes pizzát, abszolút, az ananászt is, csak nagyon ritkán eszem. Most hasizomra gyúrok. Jó, én meg nem is tudom mire, én lelkileg gyúrok. Mit sportoltál? Táncoltam, akrobatikus rock'n'rolloztam, Ákos. Köszönöm szépen a rózsát. Ákos Somogyi, nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. Nem is használtam ezt a telefonomat. Ne is süt ide a nap. Most mondjátok meg, hogy miért nem látok semmit. Bemondod a nevem? Csak egy PSS 10. Hanyas a PS-ed? 4 vagy 5? Hello, Atos, elmegyünk majd edzeni együtt a kajádába, mit szólsz? Jó. Szempillára gyúrok, arra nagyon gyúrok. Lesz a hétvégi program, Kittinek lesz a 10. születésnapja vasárnap, és megyünk táncversenyre szombaton, szóval igazából tele vagyunk programokkal, lányok szeretik a hasizmat, futnak, hogy megfoghassák. Nem tudok erre mit mondani, szerintem mindenkinek van nagyjából egy zsánere, és akkor azt szereti, és akkor van, amikor az embernek a zsánere nem feltétlenül a kockás férfi has. Jól tud azt kinézni, de szerintem sok mindenkit nem zavar az a kis húsis párna, ha van rajta, megmondom őszintén. Ezek nekem nem számítanak, de van akinek igen. Mi a kedvenc hónapod? Július. A pontos napot is tudom. 28. Boldog születést, megmondom neki, köszönöm szépen, Maci, nagyon kedves vagy, nagyon izgul, bár nem kért semmit, úgyhogy nem tudom, minek izgul ennyire, de nagyon izgul, hogy 10 éves lesz. Nekem apuci testem van, én szerintem az is ugyanolyan szexi, mint egy kockás has, ezt halál komolyan mondom. Hello, Tamás, tuti jó a hajad, a kezelés szuper, köszönöm szépen, igen, én is érzem, és nagyon jól mondom, a sampon is férjed, mackos vagy fitnesses fiú, egyáltalán nem mackos, teljesen vékony a testalkata, és folyamatosan dolgozik azon, hogy ne legyenek zsírpárnai, de hát akkor haladtával azért ide-oda került, de teljesen, tehát hogyha be kell kategorizálnom, akkor ugyanilyen kis vékonynak mondanám, mint amin én vagyok. Tehát nincs rajtunk felesnek, súlyfelesnek, szinte semmi. De ez az egészséges táplálkozás miatt van, szerintem főként. Ő mozog például, tehát ő edz. Én, hát én edzek, de ő edz helyettem is. Boldog születésnapot kívánok én is Kittinek. Köszönöm szépen, Hajni. Meg fogom neki mondani.
Mondanám, hogy megvárjuk őket együtt, de annyira nem látok itt semmit, és már kezd frusztrálni, hogy lassan ki kell, hogy lépjek. Csak tudni kell hordani a maszkos testakatot. Egyetlen egy titka van az egésznek, ez határozottan így gondolom. Ha valakinek megvan az önbizalma, és bízik magában, szereti magát, szereti a testét, és ennyi. Nem is tudok többet hozzátenni, akkor jól néz ki. Akkor tök mindegy, hogy van rajta 1-2 kiló, vagy van rajta sokkal több kiló, az a lényeg, hogy mindenki. Puszi, Maci, köszönöm szépen. Egyébként a Maci a legjobb példa rá, ugye? Milyen ügyes és eredményes volt, és kitartó. Én azt gondolom, hogy az embernek meg kell álmodni önmagát, és megvalósítani. De a lényeg, hogy minden napot boldogan kell megélni. Nem a kilók számítanak. Hány éves lesz a Kitty? 10. Ilyen öreg vagyok. Tök öreg vagyok. 10 éves nagylányom van. Mit szóltok hozzá? Maddox meg ugye 9 lesz nem sokára. Meg fogom neki mondani ezt a jó kis... Várjatok, megkaptam egy privát üzenetet. Írogassál. Hány éves lesz a Kitty? Erre válaszoltam. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ki kell, hogy lépjek a live-ba, mert nem látok semmit, megmondom őszintén. Ez így tök rossz. Eddig a ruhám miatt nem láttam, most meg annyira sötét, hogy... De nőgé, rám írogatsz itt, mondom, hogy megakasztod a live-ot. Úgy nézel ki, hogy 32 éves. De... Mondanám, hogy így élem meg, de nem, mert úgy élem meg, mint egy 60 éves, és 32 meg már nagyon régen voltam, csak írogat folyamatosan. Sokat számít, hogy elfogadja magát az ember. Így van. Szeretni kell önmagunkat, és akkor ami belül van, az sugárzódik kifelé. Sugárzódik. Nagyon jól megmondtam. Írjál vissza. Jaj. Rég vagyok itt fenyegetve. Köszönöm szépen egyébként a követéseket. Hova mész? Haza fogok menni, mikor mindjárt kicsöngetnek, és akkor hazaviszem a gyerekeket. Úgyhogy végéhez értünk a live-nak. Nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és azt kívánom, hogy legyen jó idő. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a moderátorok munkáját, vagy valakit el kell, hogy itt utasítsak közben már megint, mert nem kell, nekem is mennem kell. Fogunk találkozni jövő héten sokkal stabilabban, mint ezen a héten. És köszönöm szépen ezt a sok kedves szót, amit kaptam tőletek. Puszi nektek. Puszi.